Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Itt vagyunk újra a családdal foglalkozó sorozatunkkal. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, hozzám legközelebb Papp Csilla, életvezetési szakértő, párkapcsolati mediátor. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Mellette Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő, mozgásterapeuta. Szervusz Csilla, szervuszta! És itt van velünk most is Tornyai Gábor plébános, a mentálhigiénész szakember. Velük beszélgetünk hétről hétre a család ügyes-bajos dolgairól, de nagyon örülünk, hogy kollégáink is figyelnek bennünket, és most, ha megengedik, akkor egy olyan témával kezdjük, amelyet egy kedves kollégánk dobott fel itt is, hála és köszönet neki, mert nagyon jó. Mesélte, hogy a 4 éves kislánya kérdezte tőle, hogy az első ember, hogy ki volt az első ember, vagy hogy lett az első ember, fogós ravasz kérdés, hogy tudnak a gyerekek olyan kérdéseket feltenni az embernek, amitől hú, most okosnak kéne lenni, de lehet, hogy nem vagyok okosabb, mint ő. Mi erre a helyes válasz szerintetek? Mindenki nem néz. Igen. Valami oka van. Én csak egyfajta választ tudok adni erre egyébként. Mert ugye azt hiszem, hogy itt jön az a kérdés, amit szintén a kollégával való beszélgetésben előjött, hogy ő hogy válaszolt, és hogy az anyuka hogyan válaszolt, és hogy szerintem az nagyon sokat számít, hogy annak a szülőnek milyen a meggyőződése a világról, az életről, mindenről. Egyszer voltam egy olyan programon hívtak meg, ahol fiatal anyukák voltak, és az volt a kérés felém, hogy mit is mondjanak a gyerekeknek a nehéz kérdésekről, és akkor itt jött az élet, a halál, a betegség, minden egyéb dolog. És így gondolkodtam, hogy mit tudok nekik mondani erre, hogy majd mégiscsak paptól várják, hogy nekem biztos valami nagy dolgot várnak tőlem, valami bölcs előadást, hogy akkor az élet, a világ, mindenség, meg mindennek, ugye 42 a válasz, de hát ezt nem mondhattam el neki. És azt mondtam nekik, és azt hiszem, hogy lehet, hogy talán ez a legjobb, hogy érdemes nekik elgondolkodni ezekről a témákról, hogy nekik ezek a nehéz kérdések tulajdonképpen mit jelentenek. Mert abból fog tudni a gyereknek bármit is elmondani, ahogy ő az ő meggyőződése szerint látja a világot. Én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy valaki világnézetileg semleges. Tehát, hogy most én itt vagyok katolikus papként, van egyfajta nézőpontom, ahogy én látom a világot, amit én értéknek tartok, fontosnak tartom, van egy vonatkoztatási pont az én életemmel, amihez képest tartok valamit jónak vagy rossznak, értékesnek vagy kevésbé értékesnek, van egy meggyőződésem arról, hogy létezik egy természet fölötti, és van egy meggyőződésem, hogy az élet az nem csak a halálig, hanem a halálon túl is tart. És ez az, ami az én életemet, gondolkodásomat meghatároz, és ha valaki engem kérdez, akkor én ennek fényébe tudok bármiféle választ adni. De hogyha olyas valakivel találkozom, akinek ezek nem fontos, csak mert úgy nőtt föl, olyan tapasztalatai voltak, másképpen nevelődött, más hatások érték, és ez így van, ugye sok-sok műsorunkban azért az előjött, hogy az ember fejlődés egy folyamatos, dinamikus dolog, mert annyi minden hat ránk, akár csak azt nézzük, hogy ezek a műsorok, hogy mi itt együtt vagyunk, beszélgetünk, hallgatjuk egymást, vitatkozunk egymással, ezek a mi gondolkodásainkat is alakítják. És innentől kezdve, hogyha valaki megkérdez bennünket arról, hogy ezekről a kérdésekről mit gondolunk, ezekben benne vannak mindezek. Szóval én azt gondolom, hogy az apukának is egyes a válasza, amit ő mondott a kisgyerekének, és nem tudom azt mondani, hogy nem, hiszen ő így látja a világot, és így tartja fontosnak és értékesnek a dolgokat. És az anyukának is a válasza helyes, bár lehet, hogy papként azt kéne mondanom, hogy aki a hit oldalról közelíti meg, az a jó válasz, de hát nem mondhatom, mert én azt gondolom, hogy akkor onnantól kezdve egy kicsit, hogy lenyomom a másikat. Szerintem az a fontos egy ilyen helyzetben, hogy ők szülőkként tudnak-e valamiféle olyan egyensúlyt teremteni, mert hogy ugye ez is sok-sok műsorunkban előjött már, hogy a gyereknek talán a biztonságra van leginkább szüksége. És ezek a miért kérdések, ezek mögött leginkább az van, hogy ő szeretné a maga kis világát biztonságosan összerakni. Mindamellett csodálatos, hogy egy 4 éves Igen. gyermek már azon gondolkozik, hogy ha még nem volt apuka és nem volt anyuka, akkor az első ember, hogy jöhetett Igen. létre. Nagyon-nagyon okosak a Igen. mai gyerekek. Épül az ő kis világa. Lehet akkor, hogy kérdezzük meg a hölgyeket, hogy mi a jó válasz ilyenkor?
De azt gondolom, hogy én abszolút egyet tudok érteni Gáborral, mert a jó válasz az a jó válasz, ami innen belülről jön. Mert akkor vagy hiteles. Tehát hogyha neked az a válaszod erre, hogy a bibliai történetet fogod elmondani, akkor azt fogod elmondani, ha neked egy más teremtés történeted van, akkor egy más teremtés történetet fogsz elmondani. A lényeg az, hogy a gyerek azt érezze, hogy amit te mondasz, azzal te azonos módon élsz, azonos módon gondolkozol, azonos módon szervezed az életedet. Ugye nagyon sokszor beszéltünk már erről, hogy értékrendet hogyan adunk át, milyen dolog mentén. Ugye összekerül két ember, két külön családból jönnek, két külön világnézettel, adott esetben még ez is lehetséges, bár lehet, hogyha egy gyülekezetbe jártak, akkor azért ez már ennyire nem sarkos. De minden esetre mind a külön szokásrendszerük van, külön hiedelemrendszerük van, külön tapasztalati rendszerük van, és bizony ennek kell összecsiszolódni. És a gyerek, amikor kérdez, akkor valóban ő a saját világát szeretné felépíteni. Tehát ami a legfontosabb, hogy mindig azon a szinten válaszoljunk a gyereknek, amin ő kérdezett, ahol ő érti ezt a dolgot, ezt a világot, ami őt érdekli, nem kell többet mondani. És ha nem tudod a választ, akkor nyugodtan kérjél tőle segítséget. Te mit gondolsz? Te mit hallottál róla? Szerinted ez hogy lehet? Beszélgetést tudunk indukálni, tudunk kapcsolódni a gyerekhez, tudjuk azt felmérni, hogy a gyerek most hol tart. Tehát nem a tuti jó választ kell odaadni a gyereknek, mert olyan nincs. Ami nekem jó, az neked nem biztos, vagy a másik családnak nem biztos, hogy jó. Én egyedül csak azt tudom elképzelni, hogy hiteles legyen az, aki választ ad a gyereknek. Ez a legfontosabb. És amit most itt elmondhatok, én is ugyanezekkel értek egyet, vagy ugyanezt gondolom, és amit még én fontosnak tartok, hogy őszintén, és ha én őszintén így gondolom, mint szülő, akkor azt vállalom fel a gyerekem előtt, hiszen ő az én gyermekem. Tehát azzal tudok azonosulni, és ott azzal tudom azonosítani, és azt tudom átadni, ami bennem van, érzésként, gondolatként. Tehát hogy ez is szerintem nagyon fontos, hogy bátran, őszintén, és amit te mondtál, hogy vissza is lehet kérdezni, tehát nem kell megmondani a gyerek miért, és az miért, és az miért, hogyha van ez a miből van a vas, miből van a víz, valamelyik Halász Judit dalban, és vasból van a vas, vízből van a víz, ugye érkezik a válasz. De hogy mi szülők ugyanúgy kérdezhetünk miérteket, mert ugye ezzel a gyereknek azt üzenjük, hogy minket viszont az érdekel, kispajtás, hogy te mit gondolsz róla. Tehát érdekelnek a te gondolataid, és ezzel még plusz gondolkodásra késztetjük, hogy te mit gondolsz erről? Valójában ez az a kérdés, amire, ha választ adunk, befolyásolhatjuk a gyermek későbbi világnézetét. Abszolút, mindenképpen be fogod folyásolni, tehát ha nem adsz választ, akkor is befolyásolod. Tehát itt nincs olyan, hogy nem folyásolod be. Pont az a lényege ennek a történetnek, hogy azért kell, hogy igaz legyél, őszinte legyél, hiteles legyél, meg aszerint add meg a választ, ahogy te élsz, ami belőled fakad. Mert bármi mást mondasz, a gyerek azt fogja ebből leszűrni, hogy na, őre nem számíthatok, mert az nem igaz, amit ő mond. Én nagyon sokszor elmondom a családoknak, hogy a gyerekek szemében mi azért átlátszóak vagyunk. Tehát nincsenek szavaik, nem tudja megfogalmazni, de pontosan tudja, hogy te most ingerült vagy, türelmetlen vagy, mi is másolsz, nem tudod a választ, kitaláltál valamit, légből kapott volt, meséből, tehát tökéletesen leveszi ezeket a dolgokat, a saját szintjén, ahogy tud, erre reagálni fog. De én akkor leszek a gyerek számára valóban partner, és valóban háttérország, és akkor leszek olyan felnőtt, akinek ő támaszkodhat, akivel ő biztonságban érezheti magát, ha én önazonos vagyok. És ez nem jó vagy rossz kérdése, nincs jó vagy rossz válasz. Nincs nem, pirula. Én ezért nem hiszek abban, amikor szokták hangosítani, hogy világnézetileg semleges nevelés. Tehát nem létezik. Nincs. Mert mindenkinek van valami világnézete, ahogy ő az életét látja. Tehát most már egy picit magasabb szinten mondjuk, hogy egy iskolában ugye mondják, hogy etikaoktatás van, vagy hitoktatás, és akkor az egyik az előleg semleges, a másik nem. Nem létezik. Tehát, hogy valahogy gondolkodom a világról, valahogy nekem van egy értékrendem. Még ha nem is fogalmaztam meg, még hogyha nem is mondom. Egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen gyerekkérdés abban is izgalmas tud lenni egy szülő számára, hogy ő maga elgondolkodja, hogy tulajdonképpen most én hogy is vagyok én ezzel a témával, hogy mit kezdek én tulajdonképpen ezzel. Én esetben kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, de szerintem az se baj, hogyha egy szülő azt tudja mondani egy gyereknek, hogy nem tudok most erre választani neked, de utána nézek. Ez a vagy megkérdezek valakit, aki nekem is tud segíteni. És azt gondolom, hogy ez biztonságosabb, megint csak én a biztonságot hangoztatom most ennyire, de hogy
De hogy lehet, én azt gondolom, hogy ez is elfogadható egy gyerek számára, hogy azt is megtapasztal, hogy anya nem tud mindent, de tud abban segíteni, hogy apa nem tud mindent, de tud abban segíteni, hogy erre választ kapjak. Ugye azt mondják a ma szociológusai, hogy egy nehézséget tud ez majd jelenteni a család életében, hogy amíg nem létezett ez a tömegkommunikációs kultúra, addig a gyerekeknek sokkal inkább volt szükségük a szülőiknek a világnézetére, mert most már, ha a gyerek kérdez valamit apától, anyától, és apa, anya nem tudja, akkor előveszi az okostelefonját, beüt valamelyik keresőprogramot, és utána néz. Vagy a neten rákeres, és utána néz. És egy előadáson hallottam, ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz majd a most talában felnövek, vagy nemzedék szülő-gyerek viszonyába, hogy apa és anya már nem az lesz, aki a mindentudó, legalábbis tudás szempontjából, mert a biztonságot adott, attól még apa és anya lesz, de hogy a tudás szempontjából már nem egy picit ilyen isteni pozícióba kerül, hanem hogy utána tud nézni a gyerek is, és innentől meg, hogy hát apa meg anya nem is tudja a dolgokat. Ez nagyon izgalmas, amit mondasz, csak azért tudjuk azt, hogy a gyerekeknek a jó része 6-7 éves kora után kezd el megtanulni, írni és olvasni. Igen. Na most azért 6-7 éves koráig, amit te beletöltöttél, igen, azért az ott van. Az ott van. És igen, az lesz a meghatározó. Az lesz a meghatározó. Tehát ebben teljesen igazuk van a szociológusoknak, és mi is beszéltünk már arról, hogy a digitális világban én nagyon gyakran hívok fel telefonos segítséget kérve számítástechnikai ügyekben a saját gyerekeimet, de lassan már az unokámat is kérdezhetem, mert ő is jobban tudja ezeket a dolgokat. Tehát, hogy igen, eljutunk odáig, hogy itt mi favágók leszünk, mert hogy mi nem digitális benszülöttek vagyunk, és felhasználói szinten is örülünk, hogyha elboldogulunk vele nagyon gyakran. Mert hogy az élet nekünk annyi más területen mást hozott. Igen. De a gyereknek a személyiség fejlődése, az én azt gondolom, hogy a születésétől kezdve, amelyik családba érkezett, ma egy tüneményes házaspár járt nálam, hozták a kislányokat. És azt mondtam nekik, annyira jó, ha erre hozta a gólya ezt a gyereket, és eszembe jutott, hogy úristen, hányadjára mondom én ezt el? És nem hiteltelenül, mert tudom, hogy ennek a gyereknek pont erre a szülőpárosra volt a lehető legnagyobb szüksége, mert ők tudják egymásnak azt adni, ami. És annyira szép, ahogy ezt tudnak lenni. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit adsz addig a gyereknek, amíg kinyílik számára a világ. Sőt, utána igazából saját magamat hazudom meg, amit mondtál azzal, hogy én tovább gondoltam, hogy tulajdonképpen a gyerek a digitális világban az információnak tud utána nézni. De abban, hogy ezeket az információkat hogyan rakja össze rendszerre, vagy hogyan tudnak ezek működni, azért az akkor is ott lesznek valahol a szülők. A szülőknek az értékrendje, az, amiket itt mondtál, a világlátása, amit összerakott, a spirituális megközelítése a dolgokról. Mind a mellett rettenetesen veszélyesnek érzem, mert ugye nem csak akadémikusok és tudósok töltögetik az internetre fel az információkat, úgyhogy nagyon sok fals információhoz is juthat, ami okozhat olyan keveredést, amitől aztán specialistáknál kötnek ki az emberek, tehát ez benne van a pakliba, de nagyon jó egyébként a téma, mert ugye azt feszegetjük, hogy mennyire segítsünk a gyereknek a világlátását megtalálni. Mert ugye hallottam én olyan családot is, ahol azt mondták, hogy ők nem kereszteltetik meg a gyereket, mert megvárják, míg ő fölnő, és majd ő eldönti, hogy ő merre akar indulni. A katolikus családnál pedig az a természetes, és az a normális, és arra a szülő és a keresztülő is felesküzik, hogy a keresztény elvek szerint fogja irányítgatni ő az életét, ha nem is használjuk azt a szót, hogy nevelni, de irányítgatni, mert ezen a téren elsősorban talán irányítani jobb. Nem tudom, melyik a jobb. Igazából azt hiszem, hogy az a kérdés, amit most folyamatosan beszélünk, hogy mi az érték a szülőnek? Ha a szülőnek érték az, hogy a keresztény értékrend szerint neveli fel a gyerekét, akkor egyértelmű, hogy így ebben a formában akkor megkereszteli a gyerekét, akkor hitoktatása, akkor templomba fogja vinni a gyerekét, akkor ezeket a dolgokat megpróbálja neki átadni. Nekem egy kicsit ez ilyen fals dolog, hogy nem küldöm el a gyereket, vagy nem akarom megkezdeni a gyereket, majd ő eldönti, hogyha felnő mit akar. Most egy katolikus sapkámat mondom, hogy azért a gyerek azt se dönti el, hogy most magyarul akar-e megtanulni, vagy sem, vagy hogy enni akar-e, vagy sem. Tehát, hogy a szülőnek kell eldöntenie, hogy mi az, amit ő fontosnak tart ahhoz, hogy a gyerekének rendben legyen az élete.
És nekem mondjuk egy kérdés, inkább így tenném fel a kérdés, hogy fontos-e nekem annyira a kereszténység, vagy a keresztség, hogy ezt a gyerekemnek megadjam, és megtanítsam őt erre. Ha nekem nem fontos, akkor nem fogom megadni a gyerekemnek. Nekem ez egy kicsit ilyen, majd ő úgyis el fogja dönteni. Tehát, hogy most ha megkeresztelnek valakit, és úgy nő föl, és úgy alakul az élete, hogy ő nem katolikusként, hanem egy református közösségbe találja meg a helyét, akkor ott fogja. Ha egy olyan közegben, ami miatt olyan helyzetbe jut, ami miatt eltávolodik a hittől, mint hogy manapság a gyerekek nagy részén, a fiatalok nagy részén ezt tapasztaljuk meg, hogy hiába van megkeresztelve, de neki nincs köze hithez, Istenhez, mert valahogy távol van a pragmatikus hétköznapi élettől a hitnek a megélése, akkor hiába van megkeresztelve, akkor se fog megkeresztelkedni. Hibás az én gondolkodásom ebben, hogyha én megfordítom, és azt mondom, hogy fontos nekem a gyerekem annyira, hogy megadjam neki a keresztény értékeket? Most belemegyek. Na, ha papi oldalról azt mondom, hogy igen, fontos, hogy meg legyen keresztelve a gyerek, hiszen hiszek az Istenben, hiszek abban, hogy a vele való kapcsolat, vele való ilyenfajta kapcsolat, a keresztjéből fakadó kapcsolat, az hozzátesz az ő lelki életéhez. Ez az én meggyőződésem. Ha világi oldalról nézem, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen van egy szertartás, egy szép szertartás, ha esetleg egy olyan pap tartja, aki mondjuk kedves meg mosolyog közben, akkor még tényleg egy szép családi ünnep, de egyébként nekünk semmit nem jelent. Szóval azt hiszem, hogy sokan vannak a megkereszteltek, de kevesen a keresztények. Tehát, hogy ez is egy dolog. Én azért szoktam a szülőknek ezt hangsúlyozni, én mindig a szertartás elé megkérdezem tőlük azt, hogy akarjátok, hogy meg legyen kereszt? Azért hoztátok ide ezt a gyereket, hogy meg legyen keresztel? És akkor kicsit szoktam is poénkodni, hogy hát persze, hát itt vagytok, hát ezért vagytok itt, de hogy ezt, és akkor mondom nekik, hogy ezt meg kell tőletek kérdeznem. Ez a kisgyerek azért lesz megkeresztelve, mert ti kéritek és fontosnak tartjátok. Akarjátok ezt? Igen. Oké, én elhiszek mindent, amit ti mondtok, hiszen miért gondolkodnék másképpen? Szóval, hogyha ő értéknek tartja, igen, ha szokás, vagy a nagymama akarja, akkor egy szép jámbor szertartás, ami mögött picit mi egyházak belecsúszunk a szolgáltatóiparba, hogy hát ezt kérik tőlünk, és akkor azt adjuk, és akkor nagyon jó. Mondom, ha világi szempontból nézem, ha papi spirituális szempontból nézem, akkor azt mondom, mindig jobb, hogy megvan keresztelve, mint ha nincs. Nem akartuk elvinni a sót, és látom, hogy azért van véleményetek a dologgal kapcsolatban. Nyugodtan szóljatok bele. Nekem egy kliensem jutott eszembe egyébként, így erről az egészről, amiről most beszéltél. Egy 26 éves fiatalemberről van szó, aki tanult külföldön, egyébként keresztény neveltetést kapott, tehát a szülők is gyakorolják magát a vallást, tehát templomba járok, gyóni járnak, ő maga is. És amikor elkezdett hozzám járni, és megismertem őt, és csináltunk különböző gyakorlatokat az ő problémájára, vagy arra az elakadásra, ami miatt jött, rengetegszer elhangzott Isten neve, ugye a szájából, rengetegszer az Isten hit, Isten szeretet, a hit, a mély belső hitem. Tehát egyszerűen annyira jó volt vele dolgozni, és nekem annyira felemelő volt, hogy egy 26 éves ember, mert ugye, hogy a fiatalok azok, akik inkább talán távolodnak, ezt mondtad, ugye? Hogy egy 26 éves fiatalember, akár sok férfi is, és akár élhetne teljesen másképp is, hiszen tanult távoli országokban, külföldön csinálta meg a mesterdiplomáját, több nyelven beszélt, tehát egy nagyon okos, nagyon tehetséges, és ezáltal nagyon kinyílt előtte a világ, és az a rendszer, amiben ő van, és az a hit, az az erős hit, amit ő gyakorol, és ami velem kapcsolatban, vagy általam, vagy együtt ott kialakult a terápiás ülések során, valami nagyon magasztos és felemelő volt, és hogy folyamatosan ez kattogott, hogy vannak, igen, vannak, akik meggyőződésből, vannak, akik ugye nem divatból, vagy nem tudom én, szokásból, hanem ők tényleg akarják szívből, és ez abszolút önazonos számukra. Vagy akár felhozhatnám példának az egyik kisebbik lányomat, ugye, aki a Ciszterben végzett, tehát, hogy ott olyan alapokat kapott vallásból, vagy egyáltalán hát ugye katolikus iskoláról beszélünk, tehát hogy olyan jó alapokat kapott, és azt látom, hogy az értékrendjébe úgy beépítette, hogy tulajdonképpen ő ezt nem így tanulta meg betűről-betűről, hanem egyszerűen integrált lett, mint katolikus vallásgyakorló személy.
és látom azt, hogy mondjuk a vele egykorú lányok hogy gondolkoznak, nyilván vannak hasonlóak is, de vannak nagyon eltérőek is. Tehát egy biztos, hogy ez olyan alapot és olyan értékrendet ad egy embernek, és még azt is mondom talán, hogy kapaszkodott maga a hit, hogy ezzel azért nagyon jól el lehet indulni egy életben, hogyha ez tényleg igaz, és érzelmek, és igazi hit köt hozzá. Tehát én nem akarok kampányolni emellett, csak látom, hogy de tényleg most lehet, hogy úgy jött ki, de hogy látom embereken azt, hogy hat rájuk. A te számból jobban hangzik, mert az én számból hangoznak, hogy egyértelmű. De igen, de ne felejtsük, hogy itt is pap vagyok, csak nem úgy. Na mindegy, szóval, hogy én látom azt, tehát nyilván sokan járnak hozzám, több emberrel találkozom olyannal is, aki egyáltalán nem hiszi, és sőt ki is mondja, hogy ateista, és nem hiszi, hogy van egy fölötte lévő valami nagyobb, intelligensebb, nem tudom én mi, tehát vannak, akik egyáltalán nem hiszik, viszont akik hiszik, és most aki miatt így ezt felhoztam, ott csodálatos ez az egész működés. Én mindig azon gondolkozom, hogy milyen nehéz lehet annak élni, aki nem hisz abban, hogy majd még lesz valami. Tehát aki úgy gondolja, hogy ott van vége a dolognak, szerintem legalábbis az én felfogásomban nagyon nehéz lehet. Hát igen, hogyha vég az, mindent végnek fogunk fel, akkor ez tényleg katasztrófa lehet. Nekem egyébként azt jutott eszembe, hogy Gyökösi Bandi bácsinak a lelki gondozói szemináriumára jártam évekig, és ott hangzott el ez a mondat egy édesapa szájából, aki a kamaszodó lányának a viselkedéseit hozta ott előnk, és akkor beszélgettünk róla, és akkor ő mondta, hogy vallást tudtam adni a lányomnak, hitet nem tudok neki adni. Uh-huh. Tehát, hogy ez a fő kérdés, hogy a hitet azt te úgy fogod tudni továbbadni, ha te hitesen és hitelesen éled meg a hitedet a legnagyobb mélységgel, és az teljesen mindegy, hogy mi a te hited, hogy most ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vallású vagy gyakorlású vagy filozófia szerint élsz, hogy ez most a buddhizmus, vagy teljesen mindegy, hogy miket nézünk a világon, hogyha te azt úgy éled, hogy a mindennapot szerves részeként úgy is gondolkozol, úgy is beszélsz, úgy is cselekszel, akkor hiteles ember leszel. És az a gyerek ebbe a hitelességbe fog belekapaszkodni és belegyökerezni. Aztán persze majd jön a kamaszvilág, amikor ő felháborodik, és akkor mindentől is el fog fordulni, erről is beszélgettünk már elég sokszor, de hidd el, hogyha azokat az alapokat te odaadtad neki, és azok az alapok biztonságot, stabilitást, kiegyensúlyozottságot és perspektívát nyújtanak, akkor abba belegyökerezett az a gyerek, és előbb-utóbb megtalálja. Illetve ha már családról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy magát az ívet is érdemes látnunk, az ember saját belső fejlődésnek az ívét, hogy mi az, amit megkap a gyerek, mi az, ami mondjuk fellázad, mi az, ami adott esetben, ha nem is tudatosan, de mégiscsak ott dolgozik benne, és aztán hogyan jut el mondjuk egy élete felnőtt korba, hogy magának elkezdi föltenni a kérdéseket, hogy tulajdonképpen akkor én honnan jöttem, hova megyek, eljutottam ideig az életembe, hogy az élet közép magasságába, és nagyjából azért akkor kezdenek el, én azt gondolom, foglalkozni az emberek ezekkel a spiritualitás kérdésével, és akkor itt jön elő az, hogy most keresztényként éri, mert hogy volt egy olyan gyökerei, vagy találkozik olyan hiteles emberekkel, akik hitelesen élik a kereszténységüket, és mondjuk túl tud lépni azon a bélyegen vagy matricán, hogy például mi katolikusok milyenek vagyunk, mert szerintem nagyon jó fejek vagyunk, és szabadok vagyunk, még akkor is, hogyha bárki más esetleg másnap lát, ítél bennünket. De az is lehet, hogy eljut egy buddhizmus felé, eljut, ugye manapság nagyon sokféle divatos, spirituális, ezoterikus irányzat létezik egymás mellett, de tulajdonképpen csak azért tud az egész létezni, mert az emberben van egy alap éhség arra, hogy választ kapjon a saját létezésének a kérdéseire. És aztán, ahogy még inkább halad elő az időbe, és már közeledik a halál felé, azt hiszem ezek a kérdések újra felvetődnek, vagy még inkább felvetődnek, hogy és akkor velem majd mi lesz? Szóval, hogy ez az ív, ez egy folyamatos irány, és ahogy azt hiszem az emberi életünknek ez a szépsége, hogy folyamatosan változunk, alakulunk, formálódunk, és nyílnak ki előttünk új meg új dolgok, irányok. Egyébként nekem most volt szerencsém látni a családon belül, hogy a gyerekek például az elmúlásra hogy reagálnak. Elvesztettük 15 év után az egyik kiskutyánkat, akit szeretett az egész család. És jöttek a gyerekek, hat apróság, hát hol a csoki, hát a mennyekben. Hát nyilván én a saját válaszomat mondom, ott van a mennyekben a csoki,
mire a gyerekek visszakérdeztek, hogy akkor ott a sírja, az most akkor oda mit temetettek el a bőrét. És hát ugye nyilván a kérdések voltak, sőt eljutottunk odáig, hogy a legkisebb állandóan hallani vérte az ugatását. Olyan érdekes, hogy erre hogy és mint válaszolgatsz, és hogy ők kérdeznek, de én úgy láttam, hogy ha nem azt mondod, hogy ő meghalt, hanem azt mondod, hogy fölment a mennyekbe, akkor megnyugszik a gyerek. És valahogy, mintha tudná, hogy hol van a mennyek, és hogy ott milyen élet van, vagy egyet, mintha tudná, hogy jó, hát akkor ott van a kutya, akkor minden rendben van. Azért megdöbbenünk nem néha, hogy 3-4-5 éves gyerekek milyen kérdéseket, vagy milyen mondatokat adnak nekünk úgy ajándékként, amikor olyan szépen flóba vannak, és így áramlanak, és ők az egységet élik meg még a mindenséggel. Bizony-bizony ők tudnak olyan aranyigasságokat kimondani, amire csak nagy tágra nyílt szemmel nézünk, mi felnőttek, és aztán jó, hogyha utána beszélgetünk róla, hogy vajon tudtuk ezt mi régen? Így élünk, uh-huh. valóban. De annyiszor elvitt bennünket a sodrás és mindenféle más, lehet, hogy ezeket a köveket, ezeket megint egy kicsit közelebbről meg kéne vizsgálnunk. És még egy fél mondat arra, amit mondtál az előbb, hogy az élet vége felé egy számomra nagyon-nagyon hiteles hölgyel beszélgettem már réges-régen, nagymama korú, és így kérdeztem, hogy hogy van, mi újságban. És azt mondta nekem, hogy édes Zsuzsikám, én már a spiritualitás felé fordulhatok, mert fontos, most már fontos lehet, hogy velem mi van. Tehát amikor már mindenkinek megszolgáltam, amit meg kellett szolgálnom, akkor az én lelkemet is szolgálom úgy, ahogy nekem kell szolgálnom, hogy én úgy menjek át, ahová átmegyek, hogy azt érezzem, hogy én mindent megtettem. Tehát ez egy nagyon természetes dolog, de olyan szépen fogalmazta meg. Nagyon sajnálom, de nekem a műsoridőt is szolgálnom kell, ez pedig elszaladt. Nagyon kellemes beszélgetés volt, és bízom benne, hogy egy hét múlva folytathatjuk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tolnyai Gábornak, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzőkkel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra.